Elhoztam nektek egy 6 perces egyenes hasizom erősítő blokkot. 3 gyakorlatot fogunk megcsinálni 2 darab körben. 45 másodperces etapok lesznek, 15 másodperces pihikkel. Nagyon egyszerű gyakorlatokat hoztam, itt a nehézsége abban rejlik, hogy ezt 6 percen keresztül folyamatosan megállás nélkül fogjuk csinálni, és summer body ide, summer body oda, ettől biztos, hogy mindig jó lesz a hasad és jól fog kinézni, ha mellé szépen kajász és nem a mekibe mész edzés után. Ha készen álltok, srácok, érkezzen az első gyakorlat, és vágjunk is bele. Bye bye hasizmok. Na figyelj, 3, 2, 1, és... Figyelj arra menet közben, térd, csípő, boka, 90 fokos szöget zár be. Szorítsd le a derekad, próbálj meg arra figyelni, széles a könnyék, mint egy asztallap, állam és a mellkasom között egy labdányi távolság van, fújjon ki mindig a levegőt, a negatív szakasznál a lengedés lassan történik meg. Préselöm össze a hasizmomat, lépésről lépésre, akárcsak a fogaskerekeket, fújjon ki a levegőt. Most még semmi extra nem történik. Majd a második körben érzitek. Figyelj, 10 másodperc van még. 3, 2, 1, szupi. 15 másodpercetek van, használjátok ki, mert kelleni fog mindig. Próbáld meg folyamatosan normalizálni a pulzusodat, amilyen gyorsan csak lehet. De azt hiszem menni fog, és nem lesz vele baj. Érkezzen a második gyakorlat. Figyelj, 3, 2, 1. Próbáld meg a terpeszt, a lábad és a karnak a munkáját összehangoltan megdolgoztatni, és itt nyugodtan egy pici nagyobb dinamikát ki is fejtettek, a haladók pedig teljesen lassan, szinte lendület nélkül megcsinálhatják, jó? Ahogy nektek kényelmes, ahogyan ezt meg tudjátok oldani. Gyerünk, srácok! 15 másodperc van még hátra, gyerünk! De most már szépen lassan elkezded érezni. 5 másodperc még. 4, 3, 2, 1. Hú! Szupi! 15 másodperc pihi, és én behoztam itt a kedves kis szobanövényünket, mert őt fogjuk használni a következő gyakorlatot. Itt az lehet egy SMR henger, lehet egy ugyanilyen növény, bármi, ami nagyjából ezzel a magassággal bír. Érkezzen a harmadik gyakorlat. Boka, térd összezár, lábfejemet lefeszítem, térdemet átnyújtom, jó? Figyelj, szépen kényelmesen nyitott ujjakkal megtámaszkodom. Próbáld meg amilyen magasra, csak tudod, kényelmesen emeld a lábad. Hopp, a szegény kis botanikus kertemet elkezdtem lenyírogatni, amire fáradok. 15 másodperc, gyerünk srácok! Itt azért már lehet érezni. Öt, még négy, még három, még kettő, még egy. Hú! Gyerekek, első kör pipa, a dövénytől egy picit elbúcsúzunk, jön a második kör. 7 másodpercünk van. Remélem belevagytok. Na gyerünk! Jól csináltad, akkor érzed, hogy itt ezen a ponton már elkezd gyönyörű szépen beégni. Azt érzed, hogy fáradt. Próbálj meg ezen egy túllendülni. Kettő, ilyenkor a gyakorlatnak az intenzitását próbálj meg egy kicsit csökkenteni. 15 másodperc van még. Gyerünk, kitartás! 10 másodpercünk van. Még kettő, még egy. Hú. Nem tudom, hogy vagytok vele, de azért én érzem. 9 másodpercünk maradt, jön az utolsó kör, második gyakorlata. Gyerünk, srácok, 3, 2, 1, rock and roll. Nem adhatod fel. Egyszerűen csak nem. Yeah. Sometimes I get
get so mad, there's no control in me, my thoughts get so bad, I'm like... Van még, nem sokára itt a vége. Gyerünk, tessék vele megküzdeni, nem kell, hogy könnyű legyen. Húzzad. Utolsó 15 másodperc. Nem állunk meg, nem lazsálunk, gyerünk! Utolsó 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Most jön a legnehezebb része. 15 másodpercig marad. Zöldike befigyel. Most vagy soha. 5 másodperc. Gyerünk srácok, kitartás, ha nélek büszke rátok. 2, 1, ami a csövök kifér. Ilyenkor kell a legjobban koncentrálni. Kitartás, gyere még! Tizenöt másodperc. Gyere, srácok! Gyere még! 5, 4, 3, 2, 1. Hú! Nem tudod, hogy vagytok vele, de én ezt nagyon megéreztem. Én csak 6 perc volt, gyerekek, úgyhogy nem lehet azt mondani, hogy itt nem lehet hatékonyan edzeni ennyi idő alatt. Hát, hogy odafigyelsz, jó a gyakorlatszelekció. Oda teszed magad, belemedzel, akkor nincs mese, meg a fog. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. A következő videóval találkozunk. Egyedül. Sziasztok!